A Mi Hazánk mozgalom a párt történetének első országgyűlési választásán 6% feletti eredményt ért el, és ezzel 7 listás mandátumot szerzett a parlamentben. Torockai László elnök úgy értékelte az eredményt, hogy megtörtént a csoda, de ez még csak a kezdet. Tari Judit Itanilla folytatja vendégével. Így van, jó reggelt, szervusz Áron, üdvözlöm a kedves nézőket, és a folytatásról kérdezem Dúró Dórát, a Mi Hazánk mozgalom elnök helyettesét. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Hogyan értékelik a választási eredményt? Ahhoz képest, amilyen ellenszélben kellett a Mi Hazánk mozgalomnak helytállnia és küzdenie gyakorlatilag az alakulásától kezdve, én is úgy gondolom, hogy ez egy csoda, ami megtörtént velünk. A szívnek, a hitnek, az elfűségnek és a munkának a diadala, mert nekünk ez volt a mozgalmunknak, ezek az értékei voltak meg és maradtak meg részben a Jobbikból, és ez a kemény és kitartó munka, ami ezt eredményezte, hogy a Mi Hazánk mozgalom bejutott az országgyűlésbe. Ugye óriási ellenszélben elhallgatás mellett kellett küzdenünk, de az embereink, a középvezetőink, a tagságunk, az aktivistáink nagyon nagy munkát végeztek, és ennek köszönhető, hogy ott tudunk lenni az országgyűlésben. Ha már említette a Jobbikot, az ő kiábrándult szavazói lehettek azok, akik egyébként a Mi Hazánk mozgalom bázisát adják? Részben biztosan, hiszen a 7 bejutott parlamenti képviselőnkből 6-an egyébként jobbikosok voltunk, tehát ez a fajta folytonosság megvan. Ugyanakkor számos olyan kérdés van itt a 21. században, amire új válaszokat kellett adni, és a tekintetben is a Mi Hazánk mozgalom új szint tud hozni a politikában. Ha megnézzük az elmúlt 2 évet, hogy ami leginkább meghatározta az életünket, a koronavírus és az ezzel kapcsolatos lezárások, ebben a kérdésben mind a Fidesz, mind a balliberálisok ugyanazt a politikát folytatták, a lezárások és az oltás erőltetésének a politikáját, ami hazánk volt egyedül, amely megkérdőjelezte ezt a narratívát. Ha megnézzük az Ukrajnában zajló háborút, ami pedig most a mindennapjainkat leginkább meghatározza, akkor ebben a kérdésben is azt látjuk, hogy például a NATO csapatok Magyarországra telepítése ellen egyedül a Mi Hazánk mozgalom emeli fel a szavát, Ukrajna feltétel nélküli Európai Uniós csatlakozását egyedül a Mi Hazánk mozgalom ellenzi, tehát olyan kérdések tudunk saját álláspontot, saját arculatot megjeleníteni, amely a politikát nagyon is meghatározza. Másrésztről pedig rá tudunk világítani, hogy valójában ezekben a stratégiai kérdésekben, mert azokról van szó, a két nagy tömb ugyanarra a következtetésre jut. Adódik a kérdés, hogy milyen ellenzéki szerepre készül a párt? Mi a Magyarország érdekét vesszük figyelembe, ez mindig is jellemezte a politikánkat, tehát nem hiszti ellenzék szeretnénk lenni, és nem zsigeri ellenzék, hogy mindent csak azért is ellenzünk, amit beterjeszt a kormánya. De ugyanez igaz egyébként a balliberálisokra, tehát mi a javaslatnak a tartalmát fogjuk nézni, hogyha az jó a magyar embereknek, akkor a Mi Hazánk mozgalom jó szívben fogja támogatni, hogyha pedig nem jó a magyar embereknek, akkor annak a javaslatnak vagy törvénynek a legádázabb ellenzéke leszünk. Azt már tudják, látják esetleg, hogyha elkezdődik ugye a tényleges munka, megalakul a parlament, feláll az új kormány, akkor milyen kérdésekre szeretnék helyezni a hangsúlyt legelőször is? Először a WHO nemzetközi szerződésének a megakadályozása az, ami egy rendkívül sürgős feladatunk, ugyanis egy olyan szerződést készítenek elő éppen ebben a szervezetben, amely kötelező oltások bevezetését teheti lehetővé, úgy akár, hogy a magyar kormánynak se lenne ebbe beleszólása, ez semmiképpen nem elfogadható, tehát ennek a ratifikációját meg szeretnénk akadályozni. Másrésztről nem feledkezhetünk meg azokról a nemzeti elkötelezettségű emberekről, akik a budaházi perben elképesztő felháborítóan súlyos ítélettel sújtottak. Ezekért az emberekért is kiállunk, és egy amnesztia törvénybe fogunk nyújtani annak érdekében, hogy ezek a hazafiak, akik egy elnyomó baloldali rezsimmel szemben emelték fel a szavukat, ne szenvedjenek emiatt hátrányt. Megvannak-e már a jelöltek az egyes tisztségekre? Még minden alakul, még az egyeztetések el sem kezdődtek a pártok között a bizottsági helyekre. A Mi Hazánk mozgalom stratégiai kérdésként tekint a magyar mezőgazdaságra, mert Orbán Viktor miniszterelnök is azt mondta, hogy akár alapvető élelmiszerekből is hiány lehet Magyarországon. Ez szerintünk nem megengedhető, tehát a magyar mezőgazdaságot talpára kellene állítani, és a helyben megtermelt, helyben feldolgozott élelmiszerekre alapozni az élelmiszerbiztonságunk a 21. században, tehát ez mindenképpen egy olyan közép-hosszú távú stratégiai kérdés, amelyért síkra szeretnénk szállni az országgyűlésben is.
Torockai László azt nyilatkozta, hogy Ásotthalmi polgármesteri székét feladva beül a parlamentbe, akkor ott időközi választásokat kell kiírni, ezt a Mi Hazánk nyilván be fogja célozni. Természetesen, Ásotthalom egy mintatelepülésünk gyakorlatilag. Például egy ilyen üzem, amelyről az előbb beszéltem a mezőgazdaság kapcsán, ott már megvalósult, de ott állították fel az első rongyosgárda köztéri szobrot éppen néhány héttel ezelőtt, tehát számos olyan ügyben, legyen szó gazdasági vagy nemzetpolitikai, emlékezetpolitikai kérdésről, amelyre a nagy politikában lett volna szükség, ezeket a tetteket Torockai László polgármesterként valósította meg, semmiképpen nem engedi el Ásotthalomnak a kezét, és én nagyon jól ismerem őt, és tudom jól, hogy szívügye a település, és ezután is oda fog figyelni annak a fejlődésére, és gondoskodni fog az ásotthalmiakról, most már parlamenti frakcióvezetőként, de annyira kötődik oda, és olyan szívvel, lélekkel beszél, cselekszik mindig ezért a településért, hogy semmiféle aggodalomra nincs okuk az ásotthalmiaknak. Visszatérve még egy picit a választási eredményekre, hogyan értékelik az ellenzéki pártok, a baloldali ellenzéki pártok, illetve a Jobbik választási eredményét? Azt hiszem, hogy ez a választás megmutatta azt, hogy nem lehet matematikai képletnek nézni az embereket, hiszen a politika alapvetően értékekről szól. Egy pártnak alapvetően, vagy egy listának alapvetően értékek mentén kell szerveződnie, és jövőképet kell tudni adni az embereknek. Nem szabad kikerülni a stratégiai kérdéseket, hogy mi az, amit holnap, holnap után, öt év múlva Magyarországon szeretnénk tenni. A Mi Hazánk tudott ilyen víziót adni az embereknek. Ez is nagyon nagyban hozzájárult ahhoz, hogy bejutottunk az országgyűlésbe, mert például a mezőgazdaság, a demográfia, a magyar cigány együttélés tekintetében feltártuk a problémákat, és megoldási javaslatokkal is éltünk ezek kapcsán. A baloldali ellenzék nem csinált mást, mint lecsupaszította az egész választásnak a kérdését arra, hogy Orbán Viktor vagy nem Orbán Viktor, de azt nem tudták mondjuk elmondani, hogy ők mit csinálnak másnap, hogyha esetleg megnyerték volna a választást. Tehát ez egy óriási probléma, mert a politika nem így működik, hanem úgy működik, hogy az emberek életéről kell döntést hozni. Milyen lesz az egészségügy, milyen lesz az oktatás, milyen lesz a honvédelem, és e tekintetben ők semmilyen jövőképet nem tudtak felmutatni. A Mi Hazánk szempontjából elemezték-e már részletesen a választási eredményeket, hogy mely területeken most itt az ország területén hol erős a párt, hol kell tovább építkezni? Mindenhol kell tovább építkeznünk, és egy új távlatok nyílnak most számunkra, úgy gondolom, hogy állami támogatással, frakcióval rendelkező parlamenti párt vagyunk. Eddig a mozgalmi munka volt jellemző, de most már meg tudjuk becsülni azokat az embereket, akik a hátukon vitték, és tényleg a saját anyagi erőforrásukat, saját idejüket áldozták a haza ügyére, a Mi Hazánk ügyére, és segítettek minket az országgyűlésben. Mindenképpen ugyanilyen közösségként kell tovább mennünk, és tovább kell építenünk ezt a pártot. Még most is nagyon sokan olyanok szavaztak a Jobbikra, akik orbefogva tették meg ezt, szívük szerint nem tették volna meg, de kitartottak a Jobbik mellett. Még mindig vannak ott szavazók. Azért tették meg ezt elsősorban, mert azt hitték, hogy a Mi Hazánkra adott szavazat elveszik. És nagyon sok olyan volt jobbikos, inkább átment a Fideszhez, aki szintén attól félt, hogy a Mi Hazánk nem jut be az országgyűlésbe, ezért nem hasznosul az ő szavazata. Azért azt nagyon fontos megjegyezni, hogy a közvéleménykutatók döntő többsége évek óta azt súlykolja, hogy a Mi Hazánknak semmi esélye nincsen bejutni az országgyűlésbe. Az utolsó héten közzétett közvéleménykutatási adatok alapján is volt olyan, aki 2%-ra mérte mindössze a támogatottságunkat, tehát hiba határon túli alulmérés történt minden esetben, így nagyon sokan most csatlakozni fognak hozzánk, hogy látják, hogy egy valódi erőt képvisel a Mi Hazánk mozgalom, nem elvesző szavazat többé a Mi Hazánkra szavazni, és az építkezést tovább folytatnunk kell, mert továbbra is a mozgalom lesz a mi erőnk. Dóra Dórának köszönjük, hogy itt volt. Köszönöm a lehetőséget.